pont azért van arra szükség, hogy az itt élők, akik itt vannak, közlekednek, csomagokkal járnak, iskolába jönnek, idősek, stb. Az új, majdnem teljesen elkészült járdaszakaszt mutatja a Liget közben Iván László, a 6. körzet önkormányzati képviselője. Mint elmondta, a járda előregedett, illetve részben tömörített földalapú volt, ezért volt igény a felújításra az itt élők részéről. A közgyűlés támogatta a képviselő indítványát, így hamarosan átadhatják a térkő burkolatú járdaszakaszt. A képviselő hangsúlyozta, lakossági megkeresésre történt a felújítás. Azt kérték az itt élők, hogy ezt teljes mértékig újítsuk fel, és ha lehet, akkor térköves, hogy ide, ebbe a környezetbe illő legyen. Ezt én az önkormányzatnak beadtam indítványként, elfogadták, kaptunk rá támogatást, és ez most ebbe a szakaszba úgy néz ki, hogy meg is született. Az új járdaszakasz majdnem teljesen készen van. A műszaki átadásra várnak, így hamarosan birtokba vehetik a járókelők. Egész parkolórendszer, tehát ugye az előtte lévő parkoló. Iván László további a városrészt érintő felújításokról is beszámolt. Mint mondta, a közeljövőben a Szórád Márton úti gyógyszertár előtti parkoló és annak környéke is új burkolatot kap. A képviselő kiemelte, a parkoló felújítása még az idén megvalósul.